Jó reggelt kívánok! Elindítjuk az új hetet. Hétfő van. Reggel 7 óra. Van még 100 km a Hamburgig. Úgyhogy nekilódulok. Na, jól van. Újra tervezek. Még egyszer utoljára. A hétvége éjszaka jól telt. Gyorsan elment. Sokat pihentem. Nem voltunk sokan a parkolóban, ez jó volt. Tehát erre éjszakon már azért úgy nézem, hogy van hely. Van valami hobbi? Mit szeretsz csinálni? Horgász? Horgászásnál hülyébb sportot nem tudok elképzelni. Az ember ott ül, lógatja a kukacát és vár. És még akkor sem tud nagyon boldog lenni, ha fog egy halat, mert azért mai modern korunkban pusztán az, hogy halat fogtam, na és halnál undorítóbb állat ugyan nincs. Részben büdös, részben sikos, itt feldolgozott állapotban, oké, de amire eljut odáig, én egyszer ütöttem agyon egy halat, azt hiszem az 4 óra hossza volt, amire végre megmódelt, és utána elkezdtem vágni a gerincét, és még mindig mozgott! Szóval, horgászni! Na szóval visszatértünk a 7-es autópályára, még menjünk rajta 73 km, és 197 km-re van a lerakónk, az első, ahol a motoros csizmákat adjuk le a 16 palettán, és utána pedig a klímával kell tovább menni egy másik címre, ahol szerintem darus lerakás lesz, bár nem tudom még megmondani őszintén. Csak tippelek, mert már vittem ilyet. Úgyhogy most sok látnivaló nincsen, mert még sötét van, de nem sokára világosodik, már 4-1-8 lesz. Haladunk, megyünk, meglátjuk. Átérünk az 1-es autópályára. Felé. Stau van, hogy stau van. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. 10 km-es stauba fogunk beleérkezni felé az 1-esen. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Tehát ha sikerült volna elérni a célt, akkor ezeket megúsztuk volna, mert talán szombaton nem volt is stau, bár még az is lehet, hogy volt. Akkor viszont itt járt volna le a vezidőm, és akkor meg azért hosszúskodtam. De jó, hogy nem itt születtem, te jó Isten. Nagyon ronda környék. Úgyhogy ez így jó, ahogy van. Mondd előre legalábbis. Hát megérkeztünk a sor végére. Tehát sehol sem rózsacsok a helyzet, mert itt jobbra elnézve ott is ugyanúgy állnak az autók. Úgyhogy itt majd most arra szolgatni fogunk.
hát valami nagy nehezen eljutottunk idáig, mondjuk most 9 óra van már. És mi itt elkanyarodunk jobbra. Mert nekünk a Hamburg nyugat lesz jó. Ahó. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelöktösni a biciklistákat. 40 percet eldobtunk itt a vezidőből is. De talán majd most meglódunk egy csöppet. Lassan húzódj jobbra. Hát valamennyire szerencsénk van, hogy nem a sorba kell állni. Rengeteg közlekedési baleset történik, abból kifolyólag, hogy az emberek pánikban az utolsó pillanatban mindig rángatva a kormányt váltanak sávot, csak azért, mert nem tartottak jobbra, amikor pedig a GPS mondta nekik, hogy tarts jobbra. És ez a pillanat most van, tarts jobbra. 8,3 km van vissza az első lerakói. 10 fok van. Az éjjel is 12 óra. Itt és alig már. Esetleg mehetnék lassabban. Már a kikötőit átmegyünk mindjárt egy folyón, mert hát lehet, hogy csak a kikötőnek a olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. És itt jobbra húzódnak, még 6 kilométerünk van a célig. Csavarunk egy autópályára, ami megyünk 3,3-ot és 5,3-ra pedig már ott a vége, az első lerakó. Menjünk le az autópályáról, annyira unom. Menjünk le az autópályáról. Följöttünk a 25-ösre, és akkor most ezen a 25-ösön megyünk. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. 3 kilométer. Hajtsunk le az autópályáról. És el. Utána, és ezt büszkén vállalom, bárki előtt, jobbra. Elhagyjuk a 25-öst. Majd fölcsavarom ide a felüljáró ragyidra. Mi
minden versbe kell a rím, jobbra megyünk azonnal. Beérgeztünk Hamburgba. Na most, a főutat kellene követni, ami nem hangzik egy bonyolult feladatnak, de nem ennyi, nem ennyi, ugye, Oszkár, kezdtél örülni, hogy ez csak egy... Balra. Menjünk szépen, haladunk a főúton befelé, az ipari part felé. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabil utokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Milyen jó kis parkolók vannak itt. Ugye? Mondom, reggel még nem álltam személyautók sem. Bármi is van, inkább balra tervez, és kövessük a főutat. Kövesd főutat balra a... Elkezdjük keresni a címet. Na most valassan odaérünk. Oda jó, oda jó. Na, 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 ügyesen megérkeztünk, fel se borultunk, igazából sikeres napnak tekinthető. Valami motoros, valami lesz. Megyek, azt megkérdezem, hogy újság. Jó helyen járok egyáltalán. Csöngetni? Hát még nem érkeztünk meg. Nem itt lesz a leszedés, hanem még tovább kell menjek. Hallgatunkba. Tetszik nekem nagyon ez a GPS-kedés, csak úgy rávezetni az embert, és az aztán boldog attól, hogy ott van. Mert boldog vagy, ha nem. Jó, hát a navigáció szerint megérkeztünk, itt pedig mondták, hogy nem itt kell lepakolni, hanem itt el kell mennünk egy balra, és utána megint egy balra. Nem tudom, hogy itt kapolok vele, vagy nem.
mondjuk azt mondták, hogy kétszer kell balra, úgyhogy még ott elmegyek egyet balra. És onnan lesz, onnan támadjuk meg hátulról ezt az egész céget. Ott is van biztos, itt is van meg. Itt van még. Na és akkor majd itt most megpróbáljuk itt még egyszer. Ide bemegyünk. Itt is megkérdezünk. Tárautóval behajtani piros. Nagyon jó. Na, ott megyünk be, akkor nem itt a behajtás, hanem itt. Itt megyünk be. Megnézzük, hogy itt most mi újság. Ide félre csűrök egy kicsit. Aztán megkérdezem én ezt a dolgot. Na, megjöttünk egy előre. Na kérem. Azt mondták, hogy álljak rá a 20-asra, majd módosították, hogy akkor inkább a 19-re. Úgyhogy ide a szélsőre betesszük, aztán jók is leszünk. Vannak ilyen szamárvezető csövek, az nagyon jó dolog, én szeretem őket. Biztos, hogy nem törjössz az ember az autót, meg biztos, hogy jó helyre megy. Ugye már meg is érkeztünk. Lerakás megtörtént. Indulás van. Megyünk tovább. Marha bonyolult ez. Most tényleg, én végül is egy ilyen kis, kisebb számítógép vagyok, és keverednek az adataim. Tulajdonképpen most el van a processzorom azzal, hogy rendbe hozzam magam. Ha úgy tetszik, ez egy ilyen számítógépes smink, de szerintem előbb-utóbb arra megyünk. 8 kilométerre van a következő lerakónk, ahol lerakjuk ezt a klímát. Nem tudom, mennyire lesz bonyolult a lerakás. Nagyon remélem, hogy nem. Újra tervezzek? Á, nem, csak vicceltem. Balra kell menni. Azért csak találtam volna valahol egy parkolót, ahol félre tudtam volna rakni az autót. Akár egy ilyen helyen. Fordulj balra, szerintem. Székrekedésed van? Fingom sincs. Hát most ezen megyünk itt. 5 kilométer. Szinte oda is érünk. Nem sok marad. Valami érdekes lesz. A Renault-nak van ez az egyszemélyes csodajárgánya.
Ez is jó kopa. Hát azért csak megyünk be Hamburgba. Hoppá. Ez ilyen ipari város részszerű dolog lesz, mert valami kikötő, vagy nem tudom, mi van itt. Menjünk be a város felé, központ felé. Átfestjük az autót pirosra? Belül? Hát itt egy 60-as táblát láttam még. De nem bánom, megyünk ott benne. Mindenféle ilyen vasgyárak vannak itt, van ilyen vasas cégek. Hát ez is vas. Itt ugye másfelé nem tudom menni, csak egyenest. Vannak úgy látom. Hajok, jó oldják a vasat, meg a cuccost. Úgy pedig fönnmegy a vonat. Annyira utálom ezt, komolyan. Hát nem, csak egyszerűen unom. Tulajdonképpen nem utálom, nem utálom. Szeretek szólni, hogy majd merre kell. Én már tudom, hogy később merre kell menni. Csak nem mondom el. Balra! Na és akkor itt most balra fogunk menni. Azt nézem, hogy hát balra kéne menni. Majd. Másfelé nagyon nem is lehet, mert tábla mutatja, hogy már autóval balra. A lámpa pedig enged minket. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Még 2 kilométer is ott leszünk a cégnél, és az pedig ezen az úton lesz, aminek a neve a Lampas MT Labor. Na, hát az
150-ben megkeresnünk, még a 220-nál járunk, 213, még arrébb van egy kicsit. Ez életem legboldogabb pillanata. A beteljesülés. Itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. Ha hol lennénk? Hát itt? Nekem is ez, mert szépen ki van írva a cégre, oda föntre, hogy elakaszt, és mi oda jövünk, vagy ide. Ez a két variáció van. Itt meg is érkezünk. Valami úton módon, ha felgújít, van valami ilyesmi. Én ide be is söndörödök, ezt legfeljebb majd kirúgnak minket innen, hogyha nem jó helyen vagyok. Erre csak jó barát. Terve. Erre már én megállódok. Már én ide bemegyek. Kérem, jönnek itt a problémák sorba, mert ugye ezt nem olyan egyszerű leszedni. Körülbelül számítottam is rá, mert múltkor, amikor ilyet vittem, az darus lerakás volt. Meg targoncával szeretnék megoldani valahogy a problémát, mert nincsen probléma, csak jó hosszú targonca kell hozzá. Így most tolaggatunk egy kicsit, mert oda be kéne mennem. Becsülünk.
nem az ki. Másik felét nyitom. Másik felé. Oké. Okay. Lekommunikáltuk, hogy ennél vissza fogok tolni, mert a másik feléről fogják nekem szerülni, hogy lebontassa velem a jobb oldalát. Hát igen, szokosan vagyunk itt mindenféle szempontból. Valahogy csak nem vagyunk. Kérem, lerakás megtörtént, papírokat megkaptam, és innen ki kell hatoljunk. Méghozzá úgy elég tükkösen, hogy arra kell kimenni, aztán kaptunk egy ilyen lyukas pénzt. A bakfal eljött, hátsó kerék eljött. Nagyon jók vagyunk. Az az én nagy problémám, hogy itt hol álljunk félre, hogy ne legyünk kukba. Kukba se. Sehogy se, de lehet, hogy beállok én meg a rampa mellé. Talán nem leszünk kukba. De arra figyel, még lehet, hogy még van hely. Vagy tényleg ide félreállok, aztán szakad az egyik útba. Szakadhatok valamennyire. Az épület mellé be lehetne állni? Nem tudom, megnézem. Munka megjött. Indulás van, Kaltenkirchenbe megyünk. Ahol 31 darab euróba lehet látni cserélni. És valamilyen fóliát fogunk rakni. Most kaptam én ezt a lyukas pénzt. Ezt kell ide bedobni ebbe a masinába, és akkor ez itt kienged minket. És így is van. Adottam a pénzt, és a rampon nyílik, kapu nyílik, és itt megyünk jobbra.
megyünk is tovább, Árapóra, ami 40 km. Még hogy hova lesz az záró, azt nem tudom. Egy picikét totyogósra vette a figurát, ezt most komolyan mondom. Gaszt! Most balra fordulósat játszunk. Összebírtak meg a fiúkák. Előfordul az ilyen. Ha engedem, akkor megyünk. Oda nem tesszük tőle. Nem letetszik küldeni Pistikét focizni? De nekünk Pistikének se keze, se lába. Nem baj, focizni lehet vele. Hamarosan balra megyünk. Volna. Kedves utasok, hamarosan enyhén balra döntjük a gépet. Kérjük, ne hányjam. És utána csak azért, hogy téged meglepjünk, jobbra fogunk menni majd. Nem itt kanyarodunk el, hanem még arrébb egyet. Valahol. Enyhén balra. Utána, ha jól nézem, akkor jobbra. Utána meg jobbra fogunk menni, és ez meg ki kell húzódni. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Angol buszok vannak itt armadával.
a város elég rendesen. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! Hamarosan jobbra megyünk. Élesen. Addig tessék valamit. Hát, majd utána balra kell tartani. Jobbra, menjünk jobbra élesen. Majd utána jobbra ne, hanem balra tarts. Biztos, ami zihert, tartsunk balra. Mennyire? Annyira? Hát erre kíváncsi. Tornatanár utolsó mondata. A gerelyeket dobjátok ide. Menjünk be a tunnelbe. Szerencsé, hogy nem maradtam le róla. Időbe szóltak. Kereszteződésben, ami igazából hát körforgalomnak is láthat, az ott kellene úgy jobbra menni, majd utána át a hídon, és akkor úgy beleveszni az egészetbe, nincs GPS vétel. Nem tudom, én eredetileg nem is akartam egyébként GPS-nek. Én mobiltelefon akartam lenni, mint mi mindannyian egyébként kínai gyárban. Tudod, délelőtt gyártják a Sony-t, délután kicserélik a matricát JVC-re, aztán este Beijing-ben ugyanazt gyártják. Csak a szürke sasszival is fele annyiba kerül. És akkor én ebben a sorozatban voltam, az ne zavarja, hogy egész más van rám írva. Tudod, ezek a címkézők, na mindegy, majd jobbra megyünk. És akkor majd jobbra megyünk 650 méter múlva, úgyhogy még ezen megyünk itt egy darabig. Az jó lesz, hogy ez elmegy innen előlünk, hanem megállunk. Na. Ez szép kis térre érkeztünk. Szerintem mi már jártunk erre. Akkor már megyünk is.
azt tudtad, hogy én is kínai gyártmány vagyok? Hát hogy ne lennék az? Hát majd nem sokára jobbra megyünk, és utána arra. Hamburgi tévékorony, menjünk a 7-es pálya felé. Tényleg spanyarodunk. Ficikém, jobbra megyünk. De hogy ne szaporítsuk a szót, vagy talán igen, utána majd balra megyünk. Hullala. De nem megyek be most. Na, ha jobban belegondolok, akkor be tudunk menni balra. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek. Bizony. Ki kell valahogy keverednünk innen. Rá az autópályára. Hát jó barát, bejött itt jobb oldalon, én ezt értem. Ez hol jön? Látom, hogy jól van. És van, menjem. Akinek esze van, egyből rááll és megy utána. Pedig megyünk a 7-es pálya felé. Behúztam balra. Én már vissza is játszom jobbra, nehogy balni legyen. Tartsunk balra, az jó lesz. Székrekedésed van? Fingom sincs. Hamarosan balra megy. Hát egy kis hamburgi városnézés. Enyhén balra kéne fordulni, mert hogy az jó. Hát ha jó, akkor menjünk balra enyhén. Mi ez? Gomb? Ja nem. Ez itt a tévétorony szerintem, a hamburgi tévétorony.
akarsz csinálni egy 300 ezer fölöttös számlát? Ebben a sávban, mert mindenféle lekanyarodók, meg leállók vannak, megállók. Így, mind ahogy mondom, ezt a Skodás fájt, meg is állt egy jobb oldalon. Szállítós. Bizony, 11 óra 40 van, dél van már lassan. Tarts jobbra, szerintem. Azt hiszem. Nézegetem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj. Tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzódni.
érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelögdösni a biciklistákat. Megtenné, hogy körülnéz? Nincs japán az utcán? Tarts jobbra, a jobb oldali sáv. Egyébként a nők nem szokták tudni, mi az, hogy tarts jobbra. Érdemes a jobb oldali sávot váltani. Ez ezt jelenti. Haladunk az autópályák felé még mindig. Nem nagyon
nem akarunk kikeveredni innen Hamburgból. Nem szeretnélek mindenféle hülye információkkal feltartani, de érdemes jobbra tartani. Lassan húzódj, jobbra. És haladunk rá az autópályára végre. 8 kilométerünk van még a felrakóig. És érdemes egy picit így balra húzni. Nem úgy, nem úgy, nem úgy! Belenéz tükörbe és akkor, na, hülye. Szóval, balra tartunk. Mondjuk ráhett a pályára, balra tartva. Balatom az idépítéssel. Akkor, mikor itt jártunk, még nem volt ennyire kész. Menjünk le az autópályára, lapu, menjünk le! És most majd lehajtunk az autópályáról. Ausztriába. Holnap Tilalomba. Ebből az apropóval kiindulva, ugye szerve 8-as lerakó lesz. És cseh tranziton keresztül kell mennünk, tehát menjünk erre. Hamburg, Hannover, Magdeburg, Lipcse, Dresda, Prága, és aztán, hogy jön a rövidítés, az a Jiklava, Neumo, Haté, meg a Stokerau, és úgy Bécs. Ez az útvonal lesz. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! És akkor még 4 km is ott vagyunk a cégnél. Mit csináljak? Legyek neked a jó tündér és hozzak vicceket, vagy mit szeretnél? Mondjuk én tőlem egyszer a jó tündér ugyanígy megkérdezte, hogy mit szeretnék inkább. Jó memóriát, vagy nagy ilyen férfi tagot. De már nem emlékszem, mit válaszoltam. Nem utálom. Szeretek szólni, hogy majd merre kell. Én már tudom, hogy később merre kell menni, csak nem mondom el. Balra! A második utcán fordulj balra!
nézem balra. Jaj, komor. Leviszem az elejét az autódnak, akkor mit csinálsz? Ez azért nem egy szép környék, halljuk be. Ha jobbra mégy, majd mindjárt, akkor ott sokkal szebb házak lesznek. Na, hát szépen bejöttünk azért. Meg kell keresni. Nem is tudom, hogy voltunk-e már itt, nem? Biztos, hogy voltam itt ma. Most! Jobbra! Most szépen megtaláltuk. Annyira jó! Szeretem ezt a játékot! Megjöttünk a célhoz! Képzeld el! Képzeld el! Biztosak vagyunk mi ebben. Valahol megjöttünk, az biztos csak, hogy... Na nézzük csak. Megállni tilos, de hát mi most megállókkal megkérdezik az ügyet. Na hát természetesen szokás szerint nem jó helyen vagyunk. Megfordulok, és aztán hátul van egy körforgó. Vagy valami olyasmi. Vissza kell mennünk, és úgy kell megközelítenünk a felrakót, mert azt mondták, hogy a csarnoknak a túlsó falére kell menjünk, tehát itt kell menni az úton végig vissza. Érkeztünk a célhoz. Fel kell kanyarodnunk balra. Mondták a nagyok. Itt megint balra. Már meg is érkezünk valahova, ahol ilyen rampák vannak. Ez a bajszínű épület lesz az, nagy valószínűséggel. Húha, nézzük csak meg, hogyan vagyunk itt. Ez az, igen. Hát ide kéne jönnünk. Na mindegy. De bekanyarodok. Igen, ez lesz az. Van az ammelbunk. Remélem nem ér le semmi. Na jó, mindjárt meg is állódok én itt. Megnézzük, hogy is járunk. Már csak rampára kell állni.
egy picit meghúzom előre, kinyitottam a hátulját, és azt mondták, mindegy, melyik lampára állok rá, csak álljak rá a lampára. Csinünk oda szélsőre mondjuk, ha már egyszer így vagyunk. Csak óvatos van, mert inkább egy kicsit távolabb visszük, mert ez balos, úgyis jobbra hátra. Nehogy neki menjünk itt valaminek. Tehát visszamegyek előre. Valaminek megvigyem az autót. Nagyon jó vagyunk. Most már igen érkezik a kárakkal. Kell csinálni. És van ilyen vezető csőszerű valami. Csak lett. Na, most már körülbelül ott vagyunk a párhuzamba. Még egy kicsit elég. Szélbe jó is. Elrakás meg volt, indulás van. Azt hiszem, hogy majd kihív később, de hogy tényleg ne aggódj emiatt, hogy szóval és nem sürgős, meg nem is kell erre különösebben készülni. Hát tudsz vezetni, mert tudsz, de hogy majd balra kell menni, majd. Na hát úgy alakult a történet, hogy 27 palettát raktak föl ránk. És még Hamburgba föl kell, hogy vegyünk 4-et. Pontosították, mert az is bécsi lerakó lesz. Mivel, hogy nem 31. Egy picikét togyogósra vette a figurát, ezt most komolyan mondom. GASZ! Tehát nem 31 lett, hanem így most lesz 27, meg a 4 az úgy lesz 31. Hamburgba. Kincsi lesz. Nem ismersz japán lányt? Jobbra megyünk mindjárt. Ha lámpa van, akkor a zöldnél kell befordulni jobbra. Ha nincs lámpa, akkor bármikor, amikor nem jön senki.
nem szép ez az autó belül. Most komolyan, én jobban szeretem a bőrülést. Most visszakunkorodunk és már megyünk is a hetesen, de ismét csak Hamburgba. Nem, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Mit csináljak? Legyek neked a jó tündér és hozzak vicceket, vagy mit szeretnél? Mondjuk én tőlem egyszer a jó tündér, ugyanígy megkérdezte, hogy mit szeretnél. Jó memóriát, vagy nagy ilyen férfi takot, de nem
lassan lehetünk az autópályáról. Arra kell menni. Másrészt sok mindent szeretnék megmutatni neked, mert olyan szép mi vagy. Hajtsunk le az autópályáról. Na itt lemegyünk az autópályáról. Azt a mindenit meg valahogy. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod. Mert én végül is egy viszonylag strapabilótokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Hello, szép fiú. Járj jobbra! És még van 21 kilométerünk. Érkezünk a Hamburgba. Jobbra? Kanyarodjon le valahol, ahol hát úgy sikerül. Anyu, bennünket mafiózónak neveznek bent az iskolában. Jó, bemegyek, elintézem. Oké, csak csináld úgy, hogy balesetnek tűnjön. Én ezt úgy szeretem.
hogy balra kell majd menni. Majd. Hagyoldjam ezt meg standard GPS-ben. Később balra. Hoppá, figyel az S-betű. Jó, most megy balra, tehát akkor jó sárba vagy. Majd máskor megyünk, most balra. Mondtam már, hogy a kompot nem bírom, hogy arra nem menjél soha. Hogy jó, most nem is figyelj el, csak hogy egyáltalán eszedbe se jusson.
De nem még egy picit gyorsan? Csak kérdezem. Értem, hogy van légzsák, de ennyivel. Rengeteg közlekedési baleset történik, abból kifolyólag, hogy az emberek pánikban az utolsó pillanatban, mintegy rángatva a kormányt, váltanak sávot, csak azért, mert nem tartottak jobbra, amikor pedig a GPS mondta nekik, hogy tarts jobbra. És ez a pillanat most van, tarts jobbra. Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi, jobbra kellene tartani egy picit. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Index balra, kormány balra, megyünk balra.
És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtér. Esetleg mehetnénk lassabban. Tartsunk balra, az jó lesz. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek, bizony. Na, Hoppé, most tök komolyan, ha egy rohadt GPS vételt sem tudsz biztosítani, akkor én most mit kezdjek? Tartsunk balra, az jó. Balra tartunk akkor, az jó. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelöktösni a biciklistákat. Tarts jobbra. Bicikli! Bicikli! Ahogy bicikli, autók járnak, bicikli. Érdemes lenne kicsit balra tartani, mert mondjuk hát innen, ahol a műszerfalra vagyok ragasztva, főleg az ön mellét látom, és ez nem nagy élmény, de mindegy. Szóval innen, ahogy azért egy kicsikét hátra pillantok, azt látom, hogy ebben a forgalomban önt rohadtul nem fogják beengedni később. Úgyhogy menjünk balra. Kilométerünk van a lerakóig. Hát várjál. Itt egyenesen megyünk.
voltam, belekeveredtünk egy kicsit hangolnak a térkeringésébe. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Érdemes egy picikét így balra húzni. Nem úgy, nem úgy, nem úgy. Belenéz tükörbe, és akkor, na, hülye. Szóval, balra tartunk. Akkor mindig most jobban vagyunk, ha balra tartunk. Ez már itt az 1-es, 7-es kereszteződésem lesz. Az 1-es, az 1-es, az térünk ki lassan. Érdemes balra tartani. Van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi, jobbra kellene tartani egy picit. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Hat és fél kilométer van a lerakóig. Fel és a lerakóig, mert... Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Nem elég, hogy csak felrakunk négy palettát, hanem le is kell rakunk 31-et. Én nem úsztam meg a paletta cseréjét, még véletlenül sem. Na, itt valami villogás van. Lerobbantak még nem is a rendőrautónak. Segítkezik. Na most ilyenkor jó előre érdemes szólni, és itt van is funkciója, hogy mondjuk balra kell tartani. Ez azért is fontos, mert hogy utána aztán lesz nagy gyülekedés, ahogy mellettük az ifának, minden mindegy, mert ha az egészet rommá tetszik törni, az is 10.000 forint anyagköltség. Önnek meg ugye hát nem, bár ahogy elnézem ezt az autót, ez max 15, de akkor is megéri egy kicsit most balra tartani, és utána nincs anyázás. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Erre már jártunk majd egyszer.
biztos a Mizihert, tartsunk balra. Menjünk le az autópályáról. Abba fej, én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Hát akkor itt jobbra gyalunk. Csak kérdezem. Egy picikét totyogósra vette a figurát, ezt most komolyan mondom. Gázt! És ismét érkezett a kurva. Ez nem mondom, hogy itt balra kell menni. Balra! Fáradt vagy ma? Már csak abból, ahogy vezetsz. Átfestjük az autót pirosra? Belül? Én azt gondolom, hogy jobbra is egy szebb világ vár bennünket, és majd oda megyünk, és addig is szerintem hallgassunk valami zenét, vagy nem. Kell jelentkezgetni, tudom, hogy nem volt.
kampára. És ráállunk a 49-re.
mit csinálom, hanem... Nehogy neki menjek, ha beleréklom egy kicsit. Nagyon közel kell tenni. Lássuk is valamit a kicsit legalább. Beviszem a papírt, aláírattatom meg, leiragazoltatom meg, mit tudom én, mit nem csinálok vele, aztán végeztünk is. Na kérem, felrakás, lerakás megvolt. Úgyhogy indulás van. Navigáció. Nézzük körül egy kicsit autópályán kívül is, menjünk le. Paraméterek. És utána csak azért, hogy téged meglepjünk, jobbra fogunk menni. És akkor most nekiindulhatunk a nagy útnak. Ami ugyanis arról szól, hogy cseh tranzittal 500 láb után, nem ez nem az, majd nem, balra, majd. Cseh tranzittal Ausztriába kell mennünk, az egész az ilyen 940-950 kilométer. Leértem a térképet, de szerintem balra. Most már minden rendben van, volt egy kis kavarc, nem akarták a raklapokat levenni, aztán mégis oda szóltak. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. És akkor így most már rendben vagyunk. És akkor az útvonal, mint már mondottam volt, úgy fog kinézni, hogy Hamburgból indulunk, ugye, megyünk Hannover, Magdeburg, ez a hetesen fogunk menni, a Lipcse, Dresda, Prága, Jihlava, Noimo, Haté, és akkor úgy Stokerau, és úgy Bécs. És utána Zalaegerszegre fogunk menni.
úgyhogy... Hát azt meglátjuk még, hogy hogyan. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Érdemes egy picit így balra húzni. Nem úgy, nem úgy, nem úgy. Belenéz tükörbe és akkor, na, hülye. Szóval, balra tartunk. Tartsunk balra, az jó. Jaj, jó lenne, hogyha mondjuk egy kicsit balra tartanánk. Ezt tényleg puszta jó szándékból mondom. Mert én látom már a térképet, nem akarok még terhelni. Egyébként szerintem össze is zavarnánk önt ezzel, mert ha most hirtelen azt mondom, hogy balra, akkor ki fogja rántani a kormányt, és megdövünk mindannyian. Nekem szétgurulnak az alkatrészeim, így el, ez jobban zavar engem, mint hogy ön megúrd el. Tehát tartsunk egy picit balra. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Ugye a centrumba nem megyünk be. Az egyesen kéne, hogy tovább menjünk, és úgy csatlakozni a hetesbe. De majd meglátjuk, hogy mit tud a jövő. Most egyelőre. Érdemes balra tartani. Azért erre is takaríthatnának. De most tudok menni egy 4 és felest, amiből csak egy 4 órás körül lesz, mert ugye 7 órakor kezdtem, és az 20-ig jó. Úgyhogy ahogy jók vagyunk.
közel hajladunk 14 km. Na itt most akkor kicsit balra tartva az 1-esről átérünk a 7-es számú autópályára. Biztos a vízihert, tartsuk balra. Közel fogunk menni, a Novák felé. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabil autókban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Anyu, bennünket mafiózónak neveznek bent az iskolában. Jó, bemegyek, elintézem. Oké, csak csináld úgy, hogy balesetnek tűnjön. Én ezt úgy szeretem. Itt vagyunk a 7-es számú autópályán. Ezen aztán megyünk most egy 120 km-t. Ha valami látni való lesz, akkor jövök. Nekem meg az a baj, hogy nagyon sötétedik már. Úgy félő, hogy mások látni való nem lesz. Elhagyjuk a 7-es autópályát, rátérünk a 2-es számú autópályára. Hagyjuk le az autópályáról, mert hányni fogok. Majd utána jobbra ne, hanem balra tarts. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabil autókban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Lassan húzódj, jobbra. És lecsüljük a 2-es számú autópályára. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Tartsunk balra, az jó lesz. Rengeteg közlekedési baleset történik, abból kifolyólag, hogy az emberek pánikban az utolsó pillanatban mindig rángatva a kormányt váltanak sávot, csak azért, mert nem tartottak jobbra, amikor pedig a GPS mondta nekik, hogy tarts jobbra. És ez a pillanat most van, tarts jobbra. Most léptünk át a határnál, képzeletbeli határnál, mert itt volt a kelet-német-nyugat-német határ. Most léptünk át. Még egyszer mondom, Ingerslében. Innen még Magdeburg 44. Támadunk nagyon. Utáig jól lenne eljutni, bár még egy kicsit továbbra néztem ki egy pihenőt, de nem biztos, hogy azt mondom már. Elhagyjuk a 2-es autópályát, és rátérünk a 14-es számú autópályára, Dresda felé. Na most hajtsunk le az autópályáról. Szépen lehajtunk a 14-es számú autópályára. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Egy kicsikét.
mindenképpen balra kéne tartani, mert utána ez majd később szerephez fog jönni ebben a melodrámában, ami a Marci vezet című címre hallgat. Ön a Marci, teljesen mindegy egyébként ilyen szempontból, hogy ön nő vagy férfi, ezt végül is nem tudom felmérni, egész életemben így volt. Lassan meg már minden, és az ember söréttel lő, előbb-utóbb majd csak megpusztul valaki. Megérkeztünk, mert nem a végéhez, hanem hogy a feléhez. Feb, fordulj enyhén balra, annak a rövid ütése. Úristen, hát itt aztán semmi hely nincs, én úgy látom. Csak be nem áll, akire megéljük. Itt legyen az éjszaka. Elkérnek itt tőle? Come on.
Jó, vagyunk mind a golyó. Szerintem itt lesz az icaka. Kicsit beérkeztem. Tükröget maga minden. Négye. Szóval, itt lesz a vége. Kérem, itt a parkolóban majdnem bonyodalom volt. Mert... Mert itt ezt a nagy valamit. Viszik el itt a sveresek, és tőlem úgy néz ki, hogy elférnek. Itt kell kihúzniuk, és arra kell menniük. Jó nagy átmérőjű ez egy ilyen, annak a ventilátor valaminek a, vagy a lapátnak a... Probléma van, mert nem fér el ugye a többitől. Nem tudom mennyi látszik, de ennyi hely van. Rendőrt fognak hívni nagy valószínűséggel, mert itt előrefelé nem tud kimenni a sveres. Én tőlem még elférnek, azt mondja itt a kollega. Csak itt előrébb már nem. És nem tudom, hogy mit fog csinálni a rendőr. Lehet, hogy aztán kizavar mindenkit innen. Egy erőre várakozunk. Megnézzük, hogy mi lesz.